Sziasztok! Ma a Máté evangéliuma 9. fejezetéből az 1-től 8-ig tartó igerészt fogom nektek felolvasni az egyszerű fordítású Bibliából. Jézus meggyógyítja a bénát. Ezután Jézus bárkába szállt, átkelt a tavon, és a saját városába ment. Ott néhányan egy hordágyon fekvő bénult beteget vittek hozzá. Jézus látta a beteget hordozók hitét, ezért a bénához fordult. Bízzál, fiam, a bűneid meg vannak bocsájtva. Ekkor néhány törvénytanító egymás közt így tanakodott. Ez az ember úgy beszél, mint Isten. Ezzel megsérti Istent. Mivel Jézus tudta, mit gondolnak róla, ezt mondta nekik. Miért gondoltak ilyen rosszat? Szerintetek mi könnyebb? Ha azt mondom neki, bűneid meg vannak bocsájtva, vagy azt, kelj fel és menj el. Győződjetek meg róla. Az emberfia felhatalmazást kapott, hogy itt a földön megbocsássa a bűnöket. A bénának pedig ezt mondta. Kelj fel, fogd a hordágyadat és menj haza. Ekkor az a férfi felkelt és hazament. Amikor látta ezt az összegyűlt sokaság, félelem és csodálat töltötte el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem, találkozunk a következő részben, sziasztok!